Először hárman kezdtünk dolgozni a koncepción. Jankó Zsolt, a karmester indítványozta, vagy tőle jött a kezdeményezés, vagy ő keresett meg engem, és ők Csengeri Dániellel, a zeneszerzővel egyeztettek, és Németh Gábor Dáviddal tartottuk még a kapcsolatot. Úgy kezdődött, hogy mi megkaptuk a zenét, meg a szöveget. Elkészítettünk egy ilyen képes forgatókönyvet, és akkor voltam Budapesten egy adott ponton, és találkoztam a zeneszerzővel, Csengeri Dániellel, és akkor vele is végignéztük, így végighallgattuk a zenét, és ő közben ránarrált, hogy hol mi lesz, és néztük a storyboard képeket, hogy akkor kb. Hol mi kéne megjelenjen. 2020 márciusában volt tervezve, hogy elő lesz adva a darab. Fél évvel előtte, már ilyen októbertől kezdtünk dolgozni a képeken is, főleg a koncepción, meg a történeten. Hárman voltunk benne, Buzási Gyopár kolléganőnk, Vicsi Judit kolléganőnk és én, mi hárman dolgoztunk akkor rajta. Az elejétől fogva valamiért így beugrott, hogy ezt a Fatimás animációt egy ilyen technikával lehetne vagányul megcsinálni, hogy ilyen magmozaikból rakjunk ki dolgokat. Neki fogtunk, hogy készítsük el konkrétan a látványelemeket. Ebben a fázisban Buzási Gyopár kolléganőnk játszott nagy szerepet. Itt az animációs asztal, nem tudom, egy-két hónapig szerintem fel volt szerelve. Kirakott egy képet, kicsit megmozgatta, vagy segítettünk, amikor tudtunk, és utána leszedtük újabb kép. Az elemeket úgy készítettük el, hogy először készültek számítógépes látványtervek. Az alapján lettek kirakva. Az animáció második része meg ott igazából csak magukat, az anyagokat fotóztuk be, és ott Gyopár vágta ki az anyagokból a formákat. Ez a legvagányabb része az animációnak, az a kedvencünk, ez a farmer tenger. Behoztuk az összes farmer szoknyánkat, mind a hárman, és azokból raktuk ki. Próbáltuk összehangolni, és kitalálni olyan képeket, amik jól passzolnak a zenével, de alapvetően inkább beszéljük a mese nyelvét. Nekünk megvan a zene, és arra készítünk animációt, és teljesen pontosan be tudjuk időzíteni, hogy mi mikor történjen a zenére. Nehéz egy előre megalkotott dologgal alkalmazkodni valamihez, ami élőben történik. És végül az a megoldás született, hogy megtaláltuk ezeket a szinkronpontokat, amikor mindenképpen oda kellett érjen a kép, ahol a zene tartott, vagy oda kellett érjen a zene, ahol a kép tartott, és itt még az is bejött a képbe, hogy a narrációt és a zenét is össze kellett hangolni. Az egyes szekvenciáknak a végét hagytuk így végtelenítve, hogy amikor odaér a zene, akkor tudjunk közbeváltani, és akkor élőben vágtuk ott össze a részekből az animációt. Úgyhogy most a következő előadásban elképzelhető, hogy egy picit másképp fog összejönni a zene a képpel.